tele van irkálva, áthúzva, átfogalmazva. 77 év után a Fiókból került a nyilvánosság elé ez a kézirat. A szerző Benczúr Gyula nyíregyházi festőművész fia, aki 1945-ben vetette papírra édesapja élettörténetét. Az eredeti dokumentum a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum adattárában lapult. A család egyik tagja adományozhatta az intézménynek. 1960-as években került a Salgótarjáni Múzeum dokumentumtárába, a leltári szám alapján 1967-ben, ha a kollégák akkor már leltárba vették, amikor beérkezett. Azóta sajnos nem jelenhetett meg ez a kézirat, hiszen nemrégiben fedeztük fel a gyűjteményünkben, hogy micsoda értéket is őrzünk, mert Benczúr Gyulával, bár a megyében van ugye a mauzóleum, a sírhelye, és ápoljuk kultuszát, viszont egyetlen egy képzőművészeti alkotását sem őrzünk, ezért ugye valahogy a gyűjteményben is mellékpályára került, de forgattuk egyébként egy kutatásokhoz. A kötet bemutatón elhangzott, Benczúrról eddig számos könyv és tanulmány látott napvilágot. A most megjelent kötet azonban ezektől eltérő, sajátos módon mutatja be a magyar történelmi festészet egyik legjelentősebb alkotóját. Nagyon jó viszony volt apa és fiú között, számtalan mestermű alkotásánál ő jelen volt, ismerte a édesapja szokásait, hangulatát, kedvét, hogy mihez mi volt. Tehát ez mind-mind-mind szerepel ebben a kéziratban, és ezért nagyszerű. Mindig le is írja a szerző, hogy tehát ő egy kicsit elfogult ugye saját apjával szemben, de próbál tárgyilagos lenni. A Józsa András Múzeum művészettörténésze már begépelt kéziratot kapott a salgótarjáni kollégáktól. A szöveg nehézkes megfogalmazása azonban számára is feladta a leckét. Bizonyos szakszavakat ugyanis a szerző német, latin vagy éppen francia nyelvből átvett kifejezésekkel írt le. Az életrajz ezért az eredeti szövegnél olvasmányosabb formában jelent meg. Csak ott nyúltunk bele, ahol megkívánta ezt a szöveg. Bizonyos, tehát magát az írónak a stílusát azt mindenképpen meghagytuk, és ott, ahol feltétlenül szükséges volt, ott lábjegyzetben hozzátettük a magyarázatainkat, a kiegészítéseinket, hogy azért az olvasó, amikor olvassa, akkor minél több információt kapjon az írott anyagról, tehát az olvasottakról. A kötet bemutatón elhangzott, Benczúr nyíregyháza szülötte. 1909-ben a város díszpolgárává választották, utcát, teret neveztek el róla a megyeszékhelyen. Az éppen felújítás alatt álló Józsa András Múzeumban pedig életművét állandó tárlat mutatja be. A város azért is örül neki, mert ez mecénások által kiadott kötet, tehát az azért nagyon fontos, mert még vannak olyan emberek, az állatban vállalkozók, hogy azt mondjam, itt Magyarországon, itt Nyíregyházán, és akik a kultúrát fontosnak tartják, és így ilyen módon támogatják. Az ifjabb Benczúr Gyula által jegyzett kézirat a salgótarjáni és a nyíregyházi szakemberek összefogásával a Józsa András Múzeumért alapítvány gondozásában jelenhetett meg. Az emlékiratot összesen 800 példányban adták ki, a szöveget azonban digitalizált formában a felújított Józsa Múzeum állandó Benczúr tárlatán is láthatja majd a közönség.